Ismét sok szeretettel köszöntlek titeket a mai videónkban. Kezdjük egy unboxing videóval, mint ahogy az összes YouTube-ot szoktuk csinálni. Na, ezt gyorsan fel is szedtük, legalább az ember jól lássa, hogy mit kell ma csinálni. Íme egy alaplapot kell képzeljétek el kicserélni. Ebből a csodálatos kazánból, amit már itt széjjel is kaptam, hogy megnézem, hogy mi újság van benne. Nos, itt van kettő csavar. A másik oldalon szintén van kettő csavar, azt kell kicsavarozni, hogy ez az egész irányító rendszere kijöjjön. Egyébként a vicc az egészben, hogy nem csak azt az alklapot kell kicsélni, hanem van még itt egy ilyen kis alkatrész, ami ugye egyrészt itt helyezkedik el, és ott megy egészen a hátulra egy biztonsági szereppel együtt. A szervezetek két darab hollanderes megoldással fogom tudni kicserélni. Szépség az egészben, hogy elvisikon ott el is fogom tudni zárni a vizet, hogy ne folyjon a nyakamba több száz liter víz, mert aki csinálta, az egy gázcsapon kívül semmit nem tett alulra, és úgy egyébként sem van igazán túl nagy helyem, tehát így ez így az első felmérés alapján így lesz velem itt szórakozni. Na, akkor lépésről lépésre majd folytatjuk, ahogy szoktuk. A vizet ugye sikeresen kiengedtük a biztonsági szelepen keresztül, sikerült elzárni, tehát a teljes fűtésrendszerben nem érkezett le se a nyomás, se a víz, mondjuk attól függetlenül jó két vödörrel sikerült leengedni itt a kazánból is. Az azért nem volt semmi. No, hát akkor az első feladat ennek a csőnek a cseré lesz, ezt a hollandert kell kioldani, meg azt a hollandert kell kioldani, és ez egészen egyszerű. A biztonsági szerepet feltömíteni, meg két sima tömítés, ez szerintem egészen könnyedén meg is oldható, akkor most ez fog következni. Íme itt van az új cső, amit majd be kell építeni, ott van alul, mint látjátok ki, a kettő darab klingeri tömítés, amit a szokásos tömítőpasztával kell majd bekenni. Ezt a félcos mentet azt már Loctite-tel tömítettem, arra lesz majd felszerelve a biztonsági szelep. És az egyik oldalt már ugye leszettük, a másik oldalt meg mivel még csöpögött, még rajtottuk, várom, hogy egy kicsit örüljön az alul lévő vödörbe, ami elmondanám, hogy csontszáraz volt az előbb, de így egy kicsikét meglepetésből jött valami víz valahonnan. Na akkor most felszereljük a biztonsági szerepet, erre a csőre, aztán utána egy két határozott és gyors mozdulattal feltesszük ezt az új csőt ide. Remélem, hogy a hosszméret az ugyanúgy passzol, mint a réginél. A felszerelés az, mint látjátok, megtörtént, még nem húztam össze egyőre, csak kézzel, de minden tökéletesen passzol, tehát ezen a részen most már így öröm és boldogság a dolog. Aztán majd utána következő hadművelet, a számítógépnek az alaplapját kicserélni, amit szintén be fogok mutatni nem sokára lépésről lépésre. Sikeresen kiszereltük az alaplapot, azért volt egy kis hókamóka vele még, mire rájöttünk, hogy kell ezt az egész vackot szétszedni, fogta 200 darab icipici pitbos csavar, hát hogy hívják így, ezzel volt mit dolgozni. Közben már átszereltem néhány ilyen csatlakozót a régi alaplapról. Most beszereljük az új alaplapot a helyére, aztán visszaszereljük a kábeleket, és majd a végeredményt fogom megmutatni. Nagyon, nagyon szép és érdekes kis munka, ezt mondom én. A legnagyobb megelégedésemre sikeresen beletszerelve az új panel, nézzétek meg, gyönyörű csili-vili, csatlakozók ugyanúgy vissza a helyére rakva, mindegyik. Fönt is. Na, akkor most már csak ezt a csodálatos műanyag burkotot kell visszaszenvedni, amit szintén fog, vagy 379 ezer csavar, és utána jött a próbaüzem, miután feltöltöttük a rendszert vízzel. Na, azért kezdek örülni, hogy azért alakulnak a dolgok. Szerencsésen vissza sikerült pakolni a számítógépet, itt van a víz elleni védelem, ez a műanyag bizbasz rajta. Igen, ez amint látjátok, amit itt fogdosok, ez a nyomásmérő órához egy kis cső, ami majd a nyomást mutatja, hogy mennyi jól van. Ez akkor most itt rendben van, visszatöltjük vízzel a rendszert, és utána jött a próbaüzem. Hát, volt már egy-két érdekes munkám eddig, ez is úgy érzem, hogy majd közéjük fog tartozni, mert ez volt velem itt szenvedni, mire összeért, de hát lehetetlen, nincs csak tehetetlen. No, akkor feltöltjük vízzel, és utána jön át a próbaüzem. Elindítottuk a víz
feltöltését. Most, amit látjátok, szép halad is fölfele, mert nem engedtük ki a radiátorokból, ugye így sok probléma nem volt vele. És megy. Tudom, ez így annyira nem izgalmas, de megy. Viszont amit csináltunk, sem ott nem csöpög, sem ott hátul nem csöpög. És biciketes kémmel meg is néztem, hogy ne legyen probléma vele. Jó. 1,4. Mint ahogy szokásom az híven, ilyen 1,6 és 1,8 közötti értéket szoktam beállítani. A hivatalos az 1,5 és 2 bár víznyomás a fűtési rendszeren belül. Már 1,4 nálunk, lassan eléri a megfelelő szintet. Jó, Istenem. Igen, ilyenkor az embernek van egy kicsit ideje hemélkedni a világ nagy dolgain. De hát, ez már csak ilyen. 1,6. Mindjárt elkészülünk vele. Szépen lassan csúrok belefele a víz. Alul nem folyik semmi, ennek örülök. 1,6. Na, lassacskán meg vagyunk az üzemi hőmérséklettel, aztán utána jött az elektromos próbaüzem. Én ilyenkor általában elmondok egy miatyánkot, nem azért, mert attól félnék, hogy hibáztam, hanem azért, hogy véletlenül se üssön be semmi gab, azt mondjuk ne, hogy rossz legyen az alkatrész, amit küldtek, mert már erre is volt példa, hogy elcumisztem vele egy 2,5 órát egy ilyen alkapcserébe, és kiderült, hogy az is rossz volt. Na. Meg vagyunk az 1,8-al. Szuper. És végül egy apróság, amit az előbb elfelejtettem, és ezért majdnem egy órányi plusz munkát kellett csináljak, tehát most már 5 óra van, bőven túl vagyunk a munkaidőnkön. Van itt az alaplapon, itt a régén tudom megmutatni, ezek is 6-8 darab kapcsoló. Na most az alap esetben mindegyik a nullás állásban van, és át kellett volna állítanunk az utolsó hármat on állásra. Ugyanis ennek az irányító egységnek elég sokféle fajta kazánhoz jó ez. Kazánnak itt van a serial number-je, tehát ahogy hívják a gyártási száma. A gyártási számot meg kell keresni a kis könyveskőben, amit adtak hozzá. Itt megjelöltem, itt így látjátok, mutatja is, hogy milyen állapotba kerülne ezeknek a hülye kapcsolóknak, és utána szépen működik ez az egész. Na, hála a drága jó Istennek, elkészültünk ezzel a vacakkal, nincsen hibajelzés, szuper, visszakapcsol automatikusra, bezárom ezt a szart, stőrünk. Na azért, jó van. Most már minden üzemel rendesen. Igen. Na, köszöntem. Hát elnézést, hogy ez ennyire szopatos volt most ez a videó. Ez így alakult. Akinek tetszett, az dobjon egy lájkot, hogyha tetszett, hogy mennyit elszenvedtem itt ezzel a mai nap. Szóval akinek tetszett, az így dobjon egy lájkot, és ha még nem tetted meg, és szeretné hasonló szórakozásokat látni, akkor iratkozz fel a csatornára. Minden jót!